Az utolsó vonaton a géphang is mást mond, mintha ismerné az embert. Hozzáteszi, hogy tilos a dohányzás. Tüzet kért. Kifújta a füstöt. Szőke volt és madárcsontú. Nem hasonlított rád. Nem is a típusom, ha van nekem olyan, nem is a stílusom. Gyanúsan tág pupillák. A sminken látszott, hogy otthonról kilépve még odafigyelt. Úgy, ahogy nem szeretem. Magára. Nem is indult el köztünk semmi. Viszont elindultunk. Az ilyen lányok szoktak keresztül nézni rajtam. Elsuhanó fények. Hol lakik a boldogság? Vonaton ülök, aludjál nyugodtan. Betontalpfák és műanyag üvegek. Az orromból nem megy ki a dohányfüst szaga. Én is rágyújtanék. Felénk pillangatnak, mielőtt leszállnak. Jelzem, nem velem van. Nem is kell jeleznem. A gép már elmondott mindent. Mennyire egyedül vagyunk. Beszélni kezd. Magáról. Nem kíváncsi rám. De át is ülhetett volna. Számára én voltam az, ami te számomra szerinted. Random ember. Tükörfunkció. És új életet akartam kezdeni. Hozzám sem ért, de azt kérte, hogy aludjak nála. Soha nem leszek annyira boldog, mint az a 4 perc azon a vonaton. De várták. De vártál. Azért ettől még lehetünk boldogok. Főleg, hogy az egészet most találom ki.